Május 7-én a MAFSZ elleni vereséggel eldőlt, hogy a Marsó-Nyíregyháza végez az NB1 utolsó helyén, és ezzel elbúcsúzik az élvonaltól. Ettől függetlenül nem kizárt, hogy ősszel az A csoportban szerepelnek majd a kék cápák. Az NB1 B-ben ugyanis nem az esélyesnek tartott, és a feljutás megcélzó Salgótarján vagy Debrecen, hanem a Vasas végzett az élen. A bajnoki cím és a vele járó lehetőség váratlanul érte a fővárosiakat, mivel az elmúlt 3 évben a másodosztály bajnoka a feltételek hiánya miatt nem vállalta az élvonalbeli szereplést, elképzelhető, hogy a nyíregyháziak számára lesz visszaút a legjobbak közé. Sajnos 100%-os dolgot még nem lehet tudni azzal kapcsolatban, hogy a Vasas szeretne indulni az A csoportban vagy sem, illetve azzal lehet, szeretne, biztosan szeretne indulni, de a feltételei még nem hiszem, hogy 100%-osan rendelkezésre állnának, mert a szövetségtől a jövő hétig kértek időpontot, vagy haladékot arra, hogy megtalálják a teljes forrás az A csoportban való indulásra, és én úgy gondolom, hogy a következő héten lesz a kosárlabda szövetségnek elnökségi ülése, és azon az elnökségi ülésen kell majd eldönteni, hogy ki az, aki az A csoportban fog indulni a következő évben. Az élvonalbeli csapatoknál már megkezdődött a játékos keringő. Nyíregyházán értelemszerűen annak függvényében alakítják majd ki a keretet, hogy melyik osztályban indul el a csapat. Azt szeretnénk, hogy a nyíregyházi magra építve tudjunk kialakítani egy erősebb csapatot, mint ami az előző évben volt. Éppen ezért nem tudom, természetesen én az A csoportban szeretnék indulni, és egy kicsit csalódott leszek, hogyha nem tudunk, de a B csoportnak is meg fogjuk találni azokat a pozitívumait, amire építkezve el lehet majd indulni egy stabil, erősebb csapat kialakításánál. Viszont úgy gondolom, hogy azok a magyar játékosok, akik az előző évben itt voltak, rájuk nagyjából számíthatok. Nem mondom, hogy mindenki maradni fog, de úgy gondolom, hogy a csapat nagy része igen. A jövőt tekintve annyi biztos, hogy továbbra is Sitkó Ernő a szakmai munka első számú felelőse, edzőként pedig Siska János marad a csapat mellett.